álmai, vágyai mindenkinek vannak. Talán gyerekkorban még könnyen valóra válthatóak. Van, aki babát szeretne, van, aki házi állatot, egy biztos, a szülők valóra váltják. Ez derült ki a legutóbbi forgatáson. Neked milyen nagy álmod van? Nekem az, hogy hogy anyukám kedveljen, és hogy el tudjam vinni bárhova, ahova szeretném. Nekem az, hogy felülhessek egy igazi lóra. Nekem, hogy énekesnő legyek. Azért, mert nagyon szeretek énekelni, az a kedvenc hobbim, és imádok énekelni. Én azt szeretném, hogy az anyukám tudja már nekem majdnem mindent venni, és nagyon szeretem az éneklés, mert nekem anyukám azt mondta, hogy legyek énekesnő. Nekem az, hogy elmenjek az unokatestvéremhez 2 hétre. Nekem az, hogy rendőr legyek. Nekem az, hogy sokáig ott maradhassak a mamámnál. Nekem az, hogy a nagymamám meggyógyuljon. Nekem az, hogy mindig okos legyek és ügyes. Nekem az, hogy énekesnő legyek. Szerinted mennyire szoktak megvalósulni az álmok? Szerintem nagyon, mert én már kaptam egy igazi babát, amit én már nagyon szerettem volna megkapni. Nekem mindig meg szoktak valósulni az álmaim, mert mondjuk most azt kívántam, hogy menjünk Pestre, és pénteken el fogunk menni Pestre. Szerintem is, mert egyszer mondtam hogy anyáinak, hogy nagyon szeretnék elmenni Görögországba, és meg is valósult. Szerintem is, mert én azt álmodtam, hogy pankáikkal kimegyek sínyel, és ki is mentem szombaton. Szerintem is, mert amikor mentünk mamáikhoz, este volt, és akkor felvettem azt a ördögnek, ami itt van a fején, szarvát. Kik valósítják meg az álmaitokat? Szerintem a szülők. Nekem a szüleim, meg a nagymamáim, meg az unokatesóim. Szerintem a nagymamám, meg a szüleim. Szerintem az egész családom. Szerintem a gondolataim. Ha szeretnéd, hogy a te iskoládba is ellátogassak, jelentkezzetek a képernyőn látható e-mail címen.